felé, bizony, bizony. Gyertek, megyek én is veletek, vándoroljunk, meglátjuk, mi lesz. Elmentek majd Brémába, és beálltok muzsikusnak. Vidám zenéktől és gyerekzsivajtól volt hangos a napokban a Kinizsi utcai óvoda. Az óvodában működő három tehetséggondozó műhely közösen egy mesét dolgozott fel interaktív módon. A Brémai Muzsikusok című mese történetébe pillanthattak be a gyerekek, sőt, ők maguk is bekapcsolódhattak az eseményekbe. Ezen a napon a zenék és a mesék kerültek tehát a középpontba az óvodában. A zenei tehetséggondozó műhely, amit a óvodákban működik, 2012 óta van jelen az óvodai nevelésünkben. Szerencsés helyzetben vagyok, mert több alkalommal sikerült nemzeti tehetségpályázatot nyernünk. Támogatta önkormányzatunk, fenntartónk, és a óvodavezetés is az én szakmai elképzelésemet, és így a gyerekeknek nagyon sok élményt tudtunk nyújtani, hiszen hátrányos halmozott a hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas a mi tagóvodánkban. Péter Lászlóné hozzátette, a jelenleg futó pályázatuk egy modulja, a zenével Meseországba címet kapta, és ennek a modulnak a megvalósításának a záró alkalmára került most sor, ahol bemutatták a közösen együttműködésben feldolgozott mesét a gyerekeknek. A zenei tehetségműhelynek a célja, hogy a vele született, a gyermekekkel született zenei adottságokat magasabb szintre tudjuk fejleszteni, és a zene áll hozzá nagyon közel, és a zenén keresztül más képességterületeket is nagyon hatékonyan tudjuk fejleszteni. Érzelemgazdagítás nagyon fontos szerepet játszik, és ezért választottuk. A jelenleg futó pályázatunknak egy modulja Zenével Meseországban címet kapta, és ennek a modulnak a megvalósításának a záró alkalma az, amikor a közösen együttműködésben feldolgozott mesét a gyerekeknek bemutatjuk. A zenén keresztül, zenei irodalomnak a megválogatásával, nyilván életkori sajátosságoknak megfelelően, sokoldalúan természeti ismereteket belevéve, néphagyományokat belevéve, mert ezek az arculatai a tagóvodákban működő másik két tehetséggondozó műhelynek, és mindenki a saját arculatának megfelelően kapcsolódott be a mai napba, és egy interaktív délelőtt keretében igyekszünk a gyermekeknek élményeket adni, hiszen a mese az ebben a korosztályban kiemelkedő lehetőséget nyújt az érzelemgazdagításra, a belső képi világ erősítésre, és viselkedés, magatartás, formálás, erkölcsi értékek közvetítésére is. Lépés indul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minden gyerek együtt lép, körben járunk, tapsolunk, gyertek, irányok vagyunk, nyújtunk, hajunk, csordulunk meg. Miután megtekintették a gyerekek a mesét, Tengeri Attila zenés interaktív showjába is bekapcsolódhattak, ahol életre keltek a hangszerek az óvodások kezében.